Jó, ha levettük a tűzről a csoki mázunkat, akkor egy picit még átkevergetjük, és hagyjuk, hogy langyosra hűljön. Ha úgy gondoljuk, hogy már megfelelő hőmérsékletre hűlt, akkor fogjuk a darált kekszünket, és ráöntjük ezt a mázat. Jó. Először kanállal összedolgozzuk. Ideig meg vagyunk, akkor most már szépen veszük a kanálról, és akkor a kezünkkel szépen elkezdjük összegyúrni. Az a jó, hogyha ilyenkor még egy picit rágyabb ez az így kapott massza, mert azért ugye ezt félretesszük majd egy picit hűlni is, és akkor azért még ez fog keményedni. Gondolom, hogy ez így megfelelő lesz. A gyermekeim szoktak ilyenkor kóstoló próbát tartani, hogy kell-e még dagasztani, vagy sem. Én most azt mondom, hogy ez így megfelelő. És akkor fogunk egy tálcát, amit kibélelünk forpakkal. Erre végül is annyira nincs is szükség, én azért így jobban szeretem, mert könnyebb utána felvágni majd a sütinket. Akkor megfogjuk, és szépen elegyengetjük ezen a tálcán. Próbáljuk úgy, hogy egyforma vastagságú legyen mindenhol. Ja, most rájöttem, hogy két kezem van, úgyhogy két kézzel csinálok. Szépen még a sarkokhoz is, mindenhol, mindenhová jusson a masszából. Jó. Hogyha ezzel így meg vagyunk, akkor ezt egy 1-2 óra hosszára eltesszük hűvös helyre pihenni.